Társadalmi partnerek jelenlétében egyeztetett ma délután a helyreállítási tervről Florin Kőcu miniszterelnök és Marcel Colacco az ellenzék főerejét képező szociáldemokrata párt elnöke. Az egész ország jövőbeni sorsára, a fejlődés irányára és ütemére is hatással lehet a ma délutáni megbeszélés a helyreállítási tervről. A kormánynak szüksége van az ellenzék támogatására is, hogy az európai költségvetési hozzájárulást megszavazza, ehhez pedig az országos helyreállítási tervről is egyeztetnie kell a szociáldemokratákkal. Közel 30 milliárd euró sorsa a tét. Kezdés előtt Colacco még odaszúrt a tárgyalópartnerének, hogy képtelen volt fedett helyet biztosítani a megbeszélés eredményére váró, az esőben álló újságíróknak. Ugyanakkor a terv rendkívüli fontosságát emelte ki. Üdvözöljük Kőcu miniszterelnök döntését, hogy meghívjon ma ide minket. Nincs ellenvetésünk, hogy eljöjjünk ide a kormányhoz, mert Románia és a román állampolgárokat érintő tervről van szó. Ezért hoztuk a szociális partnereket is magunkkal. Ez a terv nem egy politikai párté, de még csak nem is egy kormányé. Ennek a tervnek mindannyiunk életét meg kell változtatnia. Ugyanakkor a miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy a tervet lényeges módon már nem lehet megváltoztatni, csak akkor, fogalmazott, ha a szociáldemokrata javaslatok beleillenek az eredeti elképzelésbe. Én nyitott voltam arra, hogy minden partnerrel leüljek tárgyalni. Társadalmi partnerekkel és politikai pártokkal egyaránt. Azt hiszem, ez az első alkalom, hogy egy kormány hasonlóra vállalkozik egy olyan terv kapcsán, amely ismétlem a kormányé. Ezt bemutattuk mindenkinek, a politikai pártoknak, a társadalmi partnereknek, patronátusoknak, stb. Kőcu tagadta, hogy feszült lett volna a hangulat a megbeszélésen, ahogy egyes ellenzéki források állították. Azzal sem értett egyet, hogy a tervet a parlamentben is fogadni kellene. Szerinte az unió részéről nincs ilyen elvárás, ahogy azt a PCD állítja.